bárki kerülhet olyan helyzetbe, amikor szakszerű jogi tanácsra van szüksége. Országszerte 136 településen elérhető díjmentesen ez a lehetőség, köztük Nyíregyházán is. A regionális és összehangolt jogpontok projektek ingyenes jogi segítséget nyújtanak a munka világában, ezek Európai Uniós támogatással valósulnak meg. A szolgáltatás 3 éven át, 2019. június 30-áig nyújt jogi segítséget. A személyes találkozón túl telefonos jogsegélyszolgálat keretében vonalas és mobiltelefonról ingyenesen hívható telefonszámon azonnali jogi segítséget vehet igénybe mindenki a hét minden napján a megadott időpontokban. Erről a jogpontok.hu weboldalon lehet tájékozódni. A telefonos jogsegély biztosítását az együttműködő partnerek összehangolták. A délalföldi és a nyugat-dunántúli jogpontok 40 órás, az északalföldi jogpontok 44 órás, a többi régió esetében havi 32 órás működési idő áll fenn. A hat régió összefogásával összesen ez havi 220 órát jelent, amelynek 33%-a, azaz 72 óra, 9 óra előtti, 17 órát követő időpontra esik, így biztosítható egy reggeltől estig hívható ingyenes jogi segítség. A telefonos jogsegély minden tekintetben ingyenes, hiszen ingyenes mind a hívás és természetesen ingyenes a tanácsadás is. A telefonos ügyfélszolgálat gyors, szóbeli tanácsadást tesz lehetővé, kizárólag az ügyfél által rendelkezésre bocsátott információk alapján. Azokban az elsősorban eldöntendő kérdésekben, mint például a problémás esetet, hogyan szabályozza egy adott jogszabály. Vendégem a stúdióban a témát illetően dr. Kovács Attila ügyvéd úr, köszöntöm itt nálunk a 35 percben. Ön részese ennek a programnak, igen, nyújt ilyen szolgáltatást. Igen. Mióta? Hát ebben a projektben 2016 óta, és korábban is volt már egy periódus, amikor ez a szolgáltatás működött, akkor egy picit még talán bővebben is, mint most. Jelenleg csak a munkavilágára korlátozódik ez a jogi tanácsadás. Ez azt jelenti, hogy elsősorban munkajogi, ehhez kapcsolódó adózási, illetve társadalombiztosítási ügyekben, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos ügyekben adunk tanácsot, felvilágosítást. És nagyon fontos tudni, hogy ez kifejezetten tanácsadási jellegű, tehát a korlátja az, hogy nem vállalhatunk képviseletet az érdeklődő ügyfél részére, hanem gyakorlatilag útba igazítjuk. Tehát elmondjuk neki, hogy mi a helyes irány, az adott ügyében az általa rendelkezésre bocsátott információk alapján. Ez a megoldásnak hány százalékát jelentheti egy jó tanács? Hát én úgy tapasztalom, hogy 35-40 százalékban be is fejeződik itt az ügy. Tehát tulajdonképpen megoldódik a problémája az ügyfélnek. Sok munkájuk van? Sokan kérnek sikeres, segítséget? Sikeres a szolgáltatás. Annál is inkább, mert egyre jobban elterjedt ez a hír, hogy ugye ingyenesen lehet jogi segítséghez jutni. És hát társszerveknél is ugye ennek a híre, ahogy eljutott, és ugye utat tört magának, az odaforduló embereknek a többségét próbálják irányítani ebbe az irányba, a jogpontok felé. Sokszor sajnos úgy is, hogy nem olyan ügyekben jönnek ügyfelek, amik ugye ehhez a jogpont szolgáltatáshoz tartoznak. Igyekszünk azért a lehetőséghez képest nyilván, ahogy tudunk, segítséget nyújtani, de ez a szolgáltatás kifejezetten a munkavilágára vonatkozik. Ha 2019. június 30-án, ahogyan hallhattuk a felvezetőben is, lejár ez a 3 éves időtartam, akkor vajon ez folytatódik? Hát, vagy milyen formában? Esetleg önök tudnak-e már erről valamit? Ugye említettem, hogy volt korábban is egy ilyen periódus. Igen, egy szélesebb körül. Igen, volt közte egy szünet. Ebben az időszakban azt tette lehetővé ugye ez a szolgáltatás, hogy önköltségi alapon, aki igénybe akarja venni, azt továbbra is igénybe veheti. Tehát maga a szolgáltatás megmaradt, de ugye finanszírozás hiányában nem volt teljesen ingyenes. Ugyanakkor most az én tudomásom szerint az van kialakulóban, hogy ugye már megpályázták a következő időszakra vonatkozó hasonló szolgáltatásnak a nyújtását az Ipartestületek Országos Szövetsége, illetve a munkástanácsok,
és tudomásom szerint el is fogják nyerni a pályázatot. Nem tudok ebben kompetens lenni, nem tudok ebben pontos információt mondani, de működni fog ez a szolgáltatás tovább, és lesz egy időszak, ami ugye ennek az időszaknak a befejezése és a következő elkezdése közé esik néhány hónap. Azért, hogy a szolgáltatás folytonos maradhasson, egy csökkentett időtartamban a munkástanácsok, illetve az ipartestületek országos szövetsége a saját anyagi eszközeinek az igénybevételével tovább fogja finanszírozni az ingyenes jogi tanácsadást. Kicsit kevesebb lesz az időtartam, de működni fogunk, és ahogy a pályázat lehetővé teszi az ismételt elkezdését, onnantól ismételten ugyanilyen formában tovább fog működni. Arról önök döntenek, hogy részesei lesznek-e ennek a szolgáltatásnak? Vagy szerződést kötünk. Tehát igazából én úgy veszem észre, hogy az a szakember gárda van, aki a korábbi időszakban is volt. Tehát nyilván van visszajelzés biztos ügyfelek részéről a szervező felé, hogy kivel vannak megelégedve, de nem látok lemorzsolódást. Tehát igazából mindig azok a személyek végzik ezt a munkát, akik annak idején elkezdték, és nem mi vállalkozunk erre, hanem engem például megkerestek, hogy vállalnám-e ezt a tevékenységet, és szerződést kötöttünk a tevékenység elvégzésére. És önt hogy érik el azok az emberek, akik segítségre szorulnak a munkavilágában, jogi téren? Tehát ugye különböző hírcsatornákon keresztül eljut az emberekhez, hogy ez a szolgáltatás létezik. Plakátozva van, interneten elérhető társszervek, ahogy említettem, küldik az ügyfeleket. Saját ugye honlapja van a jogpontnak, és ezen az elérhetőségek az egyes jogpont helyek fel vannak tüntetve, a plakátokon is fel vannak tüntetve, telefonszám van, ahol akár időpontot is egyeztethetnek, bár ugye itt hangsúlyozzuk, hogy időpontegyeztetés nélkül is a megadott terminusban bármikor bárki jöhet és tanácsot kérhet. A helyszín az ki van írva, tehát gyakorlatilag a saját ügyvéd irodámban zajlik a tevékenység. A legtöbb esetben én azt tapasztalom, hogy időpontot kérnek azzal együtt, hogy teljesen szabadon is lehetne jönni, de a kényelmesség kedvéért, és ezt én alá is írom, tehát sokkal egyszerűbb, hogy nem kell várakozni esetleg, míg a másik ügyfelet kiszolgáljuk, hanem időpontra érkeznek, és akkor úgy kapják meg a szükséges segítséget. Akik érdeklődnek a szolgáltatás iránt, nyilván találkoznak azokkal az információkkal, amelyek szintén elhangoztak itt a felvezetőben, hogy van lehetőség telefonos tanácsadásra, e-mailt is írhatnak, tehát online módon is működhet ez a segítségkérés, de valahogyan azért a legnagyobb bizalom mégis akkor alakul ki talán, vagy akkor szanak meg az emberek, hogyha személyesen találkoznak azzal, akitől segítséget várnak. Igen. Tehát sokszor fordul elő az, hogy mondja is az ügyfél, hogy ő már fordult a telefonos segítséghez is, és ott ugye azt igazából az volt a segítség, hogy megmondták, hogy kihez kell jönni, az ő lakhelyéhez vagy helyszínéhez, ki van közel a szolgáltatás nyújtói közül, tehát ki tud a legközelebb elérni. És igen, tehát személyesen valóban sokkal egyszerűbb is egyébként megoldani a problémát, hiszen adott esetben tudja hozni az ügyfél az okiratait, az iratait, az ügybe keletkezett dolgait, nem csak személyesen tud mondani, közben tudok kérdezni, tehát nyilván amit én fontosnak gondolok még azon kívül, amit ő elmond, meg tudom tőle kérdezni, és így nyilvánvalóan gyakorlatiasabban és hasznosabban lehet tanácsot adni. Olvashattuk és hallhattuk, hogy 136 helyen érhető el ez a szolgáltatás, ugye ezt annak kell nevezni mindenféleképpen, ingyenes szolgáltatásról, segítségnyújtásról beszélünk. Önök hogyan tapasztalják, vagy szoktak-e erről a benne lévő szereplők egyeztetni, beszélni, tehát konzekvenciát levonni? Ez elegendő, kevés, sok? Hát én úgy gondolom, hogy pillanatnyilag elegendő. Tehát az az időkeret, ami rendelkezésemre áll, hogy ezt a szolgáltatást nyújtsam, ez igazából ki van töltve. Tehát nem nagyon fordul olyan elő, igazából ritkán fordul olyan elő, hogy esetleg hosszabb időtartamot igényelne a szolgáltatás. Adott esetben egy 15 órától 17 óráig tartó intervallumtól esetleg többre lenne szükség, mert ebbe az időbe belefér nálam legalábbis a szükséges munka. A
többi kollégával oktatásokon, továbbképzéseken szoktunk találkozni, én úgy tapasztaltam, hogy hasonló a helyzet, tehát kitöltik az időt, de többre pillanatnyilag nem mondták, hogy igény lenne. Előfordul persze, de olyan is van nyilván, hogy adott időszakban kevesebben veszik igénybe a szolgáltatást. Most ennek a jogpontnak a mondjuk úgy jogelődje, ugye, ami zajlott évekkel ezelőtt, az mennyivel volt több vagy szélesebb körű szolgáltatás? És esetleg van-e bármi, amit mondjuk ön úgy gondol, vagy javasolna, hogy vissza kellene hozni, vagy ki kellene bővíteni a jelenlegi helyzetben? Hát a mostani tapasztalataim ugye azok, amit említettem is, hogy ugye nagyon sokszor keresik az embert olyan ügyekben, ami nem tartozik ehhez a szolgáltatáshoz most sajnos. A korábbi időszakban családjogi jellegű ügyekben is lehetett hasonló szolgáltatást igénybe venni, illetve hát korlátozottan a polgári joghoz kapcsolódó ügyekben is. Én szerintem ez hasznos volt és szükséges volt. Az akkori időszakban az ügyeknek az én hozzám forduló ügyfelek esetében körülbelül a 40%-át ezek tették ki. Tehát pillanatnyilag, bár mondom, én nem szoktam elutasítani senkit azért, mert éppen nem pont olyan ügyben fordul hozzám, ami ebben a körben benne van, de ugye előfordulhat, hogy valaki éppen az adott saját ügyében nem jut ingyenes jogi tanácshoz ebben a szolgáltatásban, mert nem tartozik ebbe a körbe. Tehát azt kellene csinálnunk, hogy elküldjük ilyenkor az ügyfelet, illetve meghatározzuk, hogy hol tud ingyenes jogi segítséghez jutni más formában. És hova tudják önök őket irányítani? Hát ugye van az igazságügyi pártfogó ügyvédi szolgálat, és ezen keresztül el lehet jutni ingyenes jogi segítséghez, rászorultsági alapon lehető ez igénybe. Ugye ez a különbség ettől a szolgáltatástól, hogy ezt bárki igénybe veheti, itt mindenféle jövedelmi és egyéb viszonytól függetlenül ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásról van szó. És alig pár hónap maradt ennek az adott projektnek a keretében. Én remélem, hogy tudunk majd a folytatásról is beszélgetni. Köszönöm, hogy vendégünk volt. Köszönöm szépen.